Hello! Hello! Ásoka vagyok! Na, szevasztok! Én Szef vagyok. Én pedig itt a Castiel, ugye? Augusztusi összegzés következik jelenleg. Mint láthattátok, én nem voltam annyira aktív, mint a Castiel videózás terén. Ez jelenti, ki az igazi videós. Nem mondom miért. Egyrészt, mert nekem úton van a gépem, egy laptopom van, ami nem is az enyém, hanem a Mimózáé, úgyhogy azt meg nem használtam videózás céljából. Illetve nagyon elhúzódtak a dolgok. Szóval úgy volt, hogy én egy hét alatt lerendezem az ismerőseimet, meg ilyenek, de nem nagyon értek rá, meg beteg, meg Athénban van, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon elhúzódott, és kb. Erre ment el az egész hónap. Itt volt pár kép, hogy itt voltam lent, akkor bográcsoztunk, meg elmentem horgászni, ezekről készítettem Facebookról pár képet. Én a közben a Jurassic Parkban jártam. Igen. Elmentünk kajálni, szóval igazából éltünk, strandoltunk, horgáztunk, utazgattunk. Én voltam Dunaújvárosban. Itt a kecske, megfogom azt, akkor simogatom a nyakiját. A nyakiját simogatom. Az még kapott egy sallert. Ne aggódjál. Azt oda szart. Itt nagyon nagy heri, meg nagyon nagy tőgyű emberek vannak. Két kicsi kecske baktat a hegyre, kis egy. Visszajöttem nyaksimizni. Hogy lett valaki ki ekkora nyaka? Nem tudom, és ekkora feje. Jön ide simizni, azt mondja... Milyen szar van. Milyen sok réteg talán. Vissza lehet előzálni egy kicsit. Hello. Hello. Tetszik? Oké. És válaszol. Ez terhes. Kérem szépen. Vagy csak nagy a daganata. Ezek, kérem szépen, ez unikorni szarvú bárányok. Csavart szarvukkal, ismertető jegyükkel felismerhetőek. Itt egy albinó csacsi látható. Hello. Milyen rúg akkorát? Ki van írva, hogy sérülést okozhatnak az állatok. Milyen kezd propellerezni a kakiával. Így áll már. Jó, hogy te iszol? Jó van, akkor egészségedre. Na figyeljetek! Be! Értem, mindenki csinálja. Be! De büfögnének amúgy. Az előbb ránk röfögött. Meg abba hegyezte a izéjét. Látjátok? Bizonyítékom van rá. Naruto? Az hörgő izé. Ezt nem lehet izélni. Ez nem jön át. Sehogy nem jön át. Az emberek. Mit? Thank you.
Ostvamba, Pesten. Ilyen az élet, este 11 órakor. Szegeden volt egy kisebb találkozó, és igazából azért nem is volt több nagyobb találkozó, mert egyszerűen alig volt időm arra is, hogy a barátaimmal találkozzak, úgyhogy sajnálom ezért nem volt. Szegeden volt egy kisebb, mert az viszonylag közelebb van, meg ilyenek. Úgyhogy igazából ezért nem nagyon volt videó. Voltunk Miskolcon a Vadasparkban, arról van egy kis felvétel, akkor azt be is vágom. Ez egy jó felvétel volt, Szefi. Ezek voltak még, meg ilyenek, szóval nagyon nem tudtam így közönség találkozózni, meg ilyesmi. De rengetegen odajöttetek hozzám, rengetegen felismertetek. Elején így kicsit problémának éreztem, mert még nem szoktam már, de most már annyira nem zavar. Nagyon rosszul éltem meg azt, hogy az első pár napokban, amikor mentem a párommal az utcán, akkor jöttetek biciklivel, megállítottatok ilyesmi. Ez kicsit engem rosszul érintett, erről írtam is egy posztot, hogy ne szólítgassatok már. Erről van egy külön ilyesmi videó, csak Szefi nem csinálta még meg. Még nem csináltam meg, ne haragudj. Én nem haragszom. Majd az felkerül. A rajongásról beszéltünk igazából, hogy lehet túlzásba esni, mert kicsit a Linkin Parkról, de azt majd megcsinálom azt a videót. Nekem kéne abból egy jelenet. Tudom, hogy kellene, de ezt odaadtam, az a fájl az nálad volt 3-4 napig. De nem, mert másoltam át. Ja, nem tette bajod. Mindjárt megvan még. Na azért mondom, ezen van rajta? Remélem, hogy megvan amúgy. Milyen videós ez, öcsém? Na mindegy. Szóval ezzel telt el a hónap, ez is nem nagyon volt olyan videó, hogy mit tudom én, legendák nyomában, meg ilyesmi, nincs nálam a gépem, és azt ott szeretném csinálni. Szerintem ennyi. Ez a nagy összegzésed? Hát ennyit csináltam. Rohangáltam, mászkáltam. Részesebben valami érdekesség? Hát... Ahányszor buszra ült, annyiszor majdnem baleset történt, Pesten is, Miskolcon is. Hát voltak bunkó emberek. Igen? Hát ez a sofőr, aki nagyon viccesnek hitte magát. De nem bunkó, csak viccesnek hitte magát. Illetve szeretném megemlíteni nektek a Tele Oszkár nevű szolgáltatást. Ez most nem szponzorált tartalom. Nem Oszkár Telekocsi? Nézd, hogy Tele Oszkár. Az Oszkár Telekocsi, igen, jól mondja a Kaszti. Szóval egyik ismerősöm mondta, hogy van ez a szolgáltatás, és akinek eddig mondtam, az egyszerűen nem tudja, hogy mi ez. Úgyhogy csak ajánlani tudom, olyas, mint a stoppolás, csak fizetsz érte, és... Csak fából. És ennyi. Na mindegy, nézzétek meg, hogy ez leginkább távolsági dologra jó, tehát például Pest és Miskolc között 1800 forintért elvisz egy ugyanolyan, mint a Uber-es ilyen sofőr, bárki lehet ilyen sofőr, ugyanúgy vannak ilyen dolgok, hogy mit tudom én, autópályán megy, wifi lehetőség van az autóba, és akkor őt pontozni kell, még azt is tudod, hogy mi a rendszáma, hogy milyen autót kell keresni, felhívhatod, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon ajánlom ezt a szolgáltatást, mert dupla annyiba kerül, fele annyiba kerül, mint a vonatozás, meg ilyesmi, csak amikor nincs vonat, akkor van kicsit gáz. És tehát ez is az egyik dolog, hogy azért nem volt közönség találkozó, mert mi úgy terveztük egyébként, Kasszi, hogy hazajövünk, veszünk bérletet. Vége. Azt akkor megyünk Magyarországra minden nap, ahova éppen esik. Aztán rájöttünk, hogy 300 kilométeres bérlet 200.000 forint. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább akkor nekem régen volt 100 kilométeres bérletem, és akkor 40.000 forintért vettem. Persze, múlnak az idők, inflálódik a zseton, az élet meg rongról. Nem fizetett hirdetésünket hallottátok. Ja, szóval a telekocsit, az Oszkár telekocsit, azt ajánlom, nézzetek utána, hogyha sokat utaztok, akkor nézzétek meg, hogy jöttök ki, mert lényegesen olcsóbb. Ja. Akkor ugye volt, amikor ezzel a szolgáltatással, mert például Miskolcra oda-vissza megúsztam 4000 forintból. Igen. Szóval 7-8000 forint lett volna oda busszal, meg 13 óra, meg két átszállás, meg ilyenek voltak. Én a Mátrás kalandomat 12.000 forintból úsztam meg. És mivel mentél? Vonattal. Csak vonattal?
Ja, a vonat elég drága, még nem éri meg, mert olyan egy ocsmány szar, másodosztályú büdös kocsik, hogy... Hát vannak között elég retkek, ja. Úgy kéne, hogy ami most az első osztály, az lenne alapból. Azt akkor tényleg az első osztály is egy az olyan, hogy már kiszolgálnak, mert elmehetsz pisilni már ott a üléseden, meg milyenek. Szóval valamit. Tehát szóval azt, hogy bárhol megcsinálhatod igazából. De nem, úgy, hogy rendesen van egy kis lyuk, belepisilsz és kész. Van ilyen? Nem, csak mondom valami, vagy hozzanak kaját, lehessen vásárolni kaját. Én nem ültem még első osztályon. Vagy legyen akkor, mit nem, a wifi helyen nem ültél még? Kék színű, totál úgy. Tudom, hogy milyen az, nem ültem még soha benne. Soha nem ültél ott? Nem. Te volt a wifi a kocsin, néha az első osztályt is másodosztálynak mondják, nem mondják ki, hogy az első osztály. Ha volt... Nem tudok róla, na hagyjál már. Hát jó van. De szóval nem szeretem a vonatot. Én szeretem. A faszom. Csak legyen a normális kényelmesebb verzió, ne az a rohadék. Nem találkoztam még olyan, amikor nyomógombos az ajtó és kinyit. De az nem első osztály. De, az hívják első osztály. De nem. De. Az izé is olyan, a piros, az a hosszú piros szarság, aminek akkora ablakai vannak, mint az egész maga. Ami pici, ami ilyen monorig megy, meg ilyesmi, ami kis távot megy. Nem arra gondolok. Az a lapos, ilyen hegyes eleje van, nem az a vonat eleje, érted? Értem. Azok a piros szarok, azok nyomógombosok, ami nem is kell fellépni rá, mert gyakorlatilag ugyanabban a színben van. Az nem első osztályú, az másodosztályú. Van, most mondtam, hogy van, ami másodosztályúra van kiírva, de amúgy meg van, mikor eladják első osztálynak, mert ugye szar a kocsi. Hát jó, nekem mindegy igazán. Na mindegy. Szóval nem jött ki úgy, hogy mi majd úgy fogunk utazgatni Magyarországon, ahogy mi azt elterveztük. Hát hülye gondolat voltam úgy igazából. Mert? Hát mert nyilván nem lehetséges ez. Hát de miért? Hát tényleg lett volna egy bérlet, mint a BKV-nál. Én olyan max 100 000 forinttal számoltam. Hát de még az is a duplája. Hát jó, nyilván. Úgyhogy ez is nem lett úgy találkozom most Győrben, meg izé, mert nem jártam arra, mert irdatlan pénzeket elköltöttem úgy, csak utazásra. Aztán, hogyha elmegyek például Miskolcra, akkor akivel még soha nem tudtam találkozni, akkor inkább azzal találkozok, mint az, hogy most... Aha, fontosabb neked az ismerősöd, mint a nézőid. Hát aki azt mondja, hogy nem, az hülye. Én inkább videóztam, látod? Tehát inkább a barátaimra... költöm az időmet, meg a pénzemet, mint most az, hogy hú, inkább félre rakom ezt, és akkor csinálunk találkozót, azért ne legyünk már ilyen álszentek. Én inkább videóztam. Ha belefér, akkor lehet mind a kettő, hogy külön, vagy mit tudom, másnap, akkor, de nem úgy alakultak a dolgok. Úgyhogy ezt majd valahogy pótolni fogom majd idővel, meg megyek majd találkozókra, aztán lehet velem normálisan találkozni. Vagy elkapsz az utcán, megverlek. Lekapod sírom. Őt. Ne kapjon le senki. Én lekaplak. Ne, takarodj már! Igen, akkor megismertem így az unokahúgaimat, de azt szerintem elmondtam már. Mikor? Hát a csajozós videódban nem mondtam, mert kivágtam. Nem tudom. Mindegy, ugye Amerikában megszületett két unokahúgom is. Amerikában? Hát amikor Amerikában voltam. Megszületett két unokahúgom, és őket ismertem meg most augusztusban. Azt éltem meg úgy, szóval sokat voltam nővéreméknél. Volt egy kis 60-i találkozó, ott el voltunk igazából, voltak, mennyien voltunk? 6-8-an kb. De az ilyen instant kiírás volt, ilyen 3 órával előbb ki volt írva. A szegedi az, aki belett mondva a videó, azért mindenkit megkérdeztem ott, hogy honnan tudja, hogy most találkozó van. Hát láttam tegnap este a videót, de kb. Mindenki csak tegnap este realizálta. Hát nem egy nap előtte kellett volna. Hanem? Egy héttel előre. Jó, de ki tudja, mi van egy hét. Nyár van, valaki tervezget. Értem. És akkor volt olyan, hogy valaki meg úgy jött, hogy most nézte a videót, látta, hogy még időben van, azt kiszaladt az izéből, városba. Na lesz akkor találkozó, Szefi és Kastia találkozó, Bukarestben, jövő hét pénteken. De figyelj már, őt is megkérdezték, hogy lehet-e képet. Egyébként az neked hanyadik ilyen alkalom? Hogy így leszólítottak és Magyarországon? Képet kérted? Hát Amerikában. Nem úgy, amióta itthon vagyunk? Első? Nem. Hát,
egyszer még felismert valaki, az biztos. De úgy, hogy odajött hozzád és képet az kértél, az és neked vissza kellett utasítani. Az egy volt csak. De mióta itt vagyunk, vagy úgy unblock? Unblock. Régen két ember ismert fel. Annak idején, várjál, nem is tudom hány éve. Ugye a hajadat azért hordtad így, és azért bontottad ki videóból, ne ismerjenek föl, aztán ez megváltozott. Elbasztom, jó. Hát legelőször még, mikor te ott laktál a Glorietten, akkor, mikor mentem hazafele az erdőn keresztül, akkor két biciklis gyerek jött mellettem, aztán azok azt hallottam, hogy így beszélnek, de mentek gyorsan, ugye aztán megálltak, és elkezdtek jönni utánom. Jó. Igen. Az volt az egyik, egyszer másik, meg mikor még ott a Királyhágó úton, a 18. kerületben, azt hiszem anyámtól jöttem hozzád, vagy valami ilyesmi volt, és ott volt egy gyerek a busz megállóban, azt ő szólított meg. És akkor te csak együtt mentünk busszal igazából, és beszélgettünk végig. És a két biciklis, az így bevárt téged? Nem, hát jöttek utánam. Aztán idő után, mikor már gyorsabban mentem, mint ahogy ők, akkor már elkezdtek futni, azt jöttek, hogy szia, mit tudom én. Meg elkezdtek mesélni arról, hogy van ott az erdőben egy csávó, láttak egy csávót, aki mutogatta a farkát. Ezt kezdték el mesélni. Meg beszéltek valami helyről, ahol szellemek voltak. Értem. Azt mondják, ott a, ő, egyiknek a bátyja azt mondta, hogy szellem járt a házon ott az erdő közepén valahol, és tényleg van ott egy házszerű építmény, valami ilyen csarnok, nem tudom mi. Megnéztem mondjuk. Ismerve téged, így fapofa van. Jaja, bocsi, de sietek amúgy. Nekem most volt, jöttem vonattal. Ugyanarról beszélünk? Nem, jöttem vonattal ide, és akkor már majdnem lekéstem a vonatot, és akkor megállít ilyen tábla volt a kezébe, hogy kérő aláírást, és mondta, hogy izé... Bogyó és babóca. Na. Na szóval ilyen tábla volt a kezébe, ilyen aláírást akart, és mondtam, hogy ne arra úgy, de mindjárt lekésem a vonatot. És kétszer megtörtént az, hogy nem tudtam venni jegyet, mert először jött a vonat, már bemondta izé, a bemondó, hogy vonat érkezik, és nem volt jó a szaros izé, érintőképernyője a jegyautomatának, az információs pulta meg fullig volt. Úgyhogy két percen múlott, hogy elérem-e vagy nem. És nem adta ki ezt a szaros izé. És blitzelt. Nem, az utána volt. Amikor már úgy mentem le, hogy tudom, hogy mert ilyen 400-an voltak ott. Pénteken? Vagy mikor? Vasárnap mentem? Csodálkoztam is, hogy mondom, vasárnap van ekkora tömeg, nem pénteken, délután, vagy hétfőn. Na vasárnap, aki hazamegy hétvégére, az megy vissza. Mm. Szóval mindegy, ott volt az, hogy ilyen 3 percen múlott, hogy tudok-e blitzelni, vagy nem, mert egy órás tudok-e út volt. Egy órás volt az út, és nem jött a kaller. És utolsó, 2-3 percben kértem már azt a jegyet, ahol nem tudtam már jegyet venni, tehát 2500 plusz kellett ráfizetnem, mert ugye a kallertől vetted a jegyet helybe. És akkor, ha mondjuk bemegyek a WC-be, ezt kivárom, mert már éppen állt volna meg a szolnokon a vonat, akkor ennyi, megúszok 6000 forintot. De mindegy, becsületes voltam, az kész. Ez van, öcsém. Aki becsületes, azt mindig azt basszák meg a legjobban. Nem, én ezt vissza fogom kapni majd az élettel. Jól van. Majd te fogsz nekem. Hallod? Ott egy 6000-es. Mit? Ez is volt, mikor mentünk fel Pestre. Igen. Tegnap vagy mikor? Tegnap előtt? Tegnap előtt? Mit tudom, milyen napon van? Pénteken, nem? Ja, kedren mentünk. Na akkor is megismert minket egy arc. Igen. Kiskunfél egy házán. Mind a kettőnket megismert. Aztán kérdezte tőlem, hogy szia Kásztia, mi áradban, mondom, megyünk Pestre, lehet kapni egy képet, mondom, ott van Szefi tőle, kérje. De nem is ezt mondtad nekem. Nekem azt mondtad, hogy te nem, én nem megyek bele ilyenekbe. Én nem. De ezt mondtad neki, nem? Hogy én nem csinálok, ott van Szefi. Igen? Átküldtem a gyereket, lehet én se vett volna. Nem, hát köszön nekem, aztán én igen? Mentem le először a vonaton, aztán úgy ment először hozzád, aztán jött oda hozzám. Képezzél. Szóval akkor kérdeztem meg, hogy volt-e már ilyen alkalom nálad. Ah. Szóval most üzenj a nézőknek, akik meglátnak téged. Bocsánat, nem
állok szóba idegenekkel. Anyukám azt mondta még ebben, hogy nem szabad elfogadni se cukorkákat, se semmit idegenektől. De komolyan beszél. Hát így gondolom. Nem szereti, hogyha felismerik, és ne kérjetek tőle képet, hogyha esetleg úgy van. Mondom, múltkor volt egy, aki felismert, láttam, mit tudom én mi, vagy lehet csak meleg volt és tetszettem. De nem szólt hozzám, szerencsére. Na, ezek a... Ezek a jó emberek. Igen. Ti meg szarok vagytok. Mi szóval... volt még? Kurva jó volt horgászni, mert már 3 éve szerettem volna horgászni. Mennyi halat fogtál? Semennyi. Nagyon meleg volt. Ja. Nagyon meleg volt, és nem jöttek föl a halak. Tehát hűsöltek inkább. Tudod, mit kell csinálni, hogy le kell nyúlni a tónak a torkán, hogy feljöjjön a hal. Te rombolod itt a izémet. Mi van? Pont, hogy jó kedvet csinálok a nézőknek. Lehet, aki utál már a minden. Téged? Lehet. Hagyjon meg. És jó akkor, van, kusolok inkább. És akkor mi volt? Ja, aztán múlt héten, vagy most hétfőn? Most hétfőn megint elmentünk, nem volt annyira meleg. Ott már voltak kapások, csak nem volt konkrét halevés, meg halfogás. Van egy ilyen tó, ahol nem kell engedély, hanem ilyen napi jegy van, és akkor ilyen mesterséges tó, ugye benne vannak a halak, meg tenyésztik. Ez igazából egy nagy... Tudod, hogy hívják az okostavakat a mesterséges tóba? Mesterséges intelligencia. Szia! Mit mondjak még? Miket csináltunk? Miket csináltunk? Próbáltam ezt a égi ízét, fényképet. Pókokról is beszélj már azért. Én mit beszéljek? Fosik itt... a pókoktól annyira. Nem, arra gondoltam, a bentiről te is fosol, ott rohadjál meg. Hol? Bent a vizébe. Mit tudom én, ha fák vannak. Igen. Ez mik vannak? Ha jó, van, de ott mindenhol pókháló van, de ott tök mindegy, milyen pók van. Te meg csak egyfajta póktól fosol. Ha jó, van, de azért nem szeretem, hogy az arcomba lebeg 3 kaszás özvegy. Fekete özvegy. Mi nem égeted le őt? Fekete özvegy? Ki is buknom, bazd meg, ha ezt. Ha jó, látom. Na, most arra gondolok, de most el sem ismerném. Hát mit? A kicsik azok egyformák. Fekete özvegyet felismernéd, akkora potrohája van, mint az állat. Az igaz, mondjuk. És nagy vörös homokóra van az alján. Homokóra? És ilyen hosszú lábai vannak. Jól van. Tudod, amiről... De az a lényeg az, hogy te sem mersz oda bemenni azért túlzottan. Igen, a nagyon pókos részekről nyilván nem szeretek én is, mert szarul éltem meg itt dolgokat. Meg ráparáztatta engem is itt a pókiszt. Engem anyám baszott ki velem pókügyileg, én meg veled. De az a vicces, hogy nővérem is pókfóbiás, tehát konkrétan fóbiája van, de ő nem ragasztotta rám, csak te. Ő eljön hozzánk, és már a legelső másodpercben talál egy pókot valahol. Én is. Hát te is ilyen. Mi az első dolog, menek egy szobába, ott egy, ott van még egy, ott a harmadik, ott lent a ház mögött még 3. Jó, de te fújkálod őket, meg ingyen kézégezed. Persze, mert utálok, azt mindig baszogatom, szerinted miért viselkedek veled így? Köszönöm szépen, ennyi lett volna a mai videó. Ja, sziasztok! Nem lehet viccelődni sőt veled, hát... Azért szeretlek tényleg. Emberileg, nem szerelmileg. Ez mi baja van? Mi van? Most időben bevallasz a videóban? Mi az, hogy belevallasz? Emberileg szeretlek egy picit. Nem lehet? Hát kurva nagy izé, nem... Gyerekek, nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Mármint ez, hogy te valakit szeretsz emberileg. Egy picit. A picit az mi belefér, nem? Ne legyél malangyi. És akkor mit szeretsz bennem? Hát, hogy nagy a szakállad. Ja, akkor lehet magamat szeretem hülye. A tükör de miatt. De szakállam. Hát akkor magamat szeretem, nem téged. Összekevertelek magammal. Nem, hát mert vicces vagy. Csóval a béka hangod az nagyon vicces, amiatt kedveltelek meg alapból. De mit csináltam? Csináld a béka hangot. Na, emiatt kedvelem őt. Ez miatt szeret egy picit. Akkor mondjuk azt, hogy nagyon közepesen kedvellek. Jó. Na, jó. De attól még csak ismerősnek minősülsz Facebookon. Nem adok hozzá családtagnak, vagy ilyesmi. Hát ne is. Semmiféle relationship nincs köztünk, remélem. Relationship. Meg este azért bejöttél. Jó. Nem múzói. Nem akartam, csak viccelődöm. Miről beszéljünk még? Mik történtek? Hol voltál? Hát voltam a Dunai városban, meglátogattam Pigeon. Ja. Galambvadászaton volt. Meg egy csomó helyen. Miharúval is találkoztam, mert elmentünk az ilyen izé. Ilyenekről csináltál valami közös kis izé. De mit? Egy összegzésnek. De csináltunk live-ot Miharúnál. Miharúhoz.
Például ott játszott a Rick és Morty VR-ral, én meg fölvettem. Azt közben kérdezték, hogy mikor lesz Csabításban ilyen 33. epizód. Neked? Neki. Szóval ott voltunk, ez egy nagyon jó kis hely egyébként, ott külön stúdió be van építve, hangszigetelt, azt ott lehet live-ozni. Gép is van hozzá. Ja, izé, meg amit Siriusék csinálnak? Nem. Több bolt van, kb. Három ilyen bolt van, amilyen e-sportbár. Jó, e-sportbár, jó van. Hasonló, de igazából most lehet VR-ozni, ott van ilyen, lehet italokat venni, meg van egy hatalmas kivetítő, mennek a LOL meccsek, vagy bármilyen meccsek. Meg van fönt lehet bérelni 300 forintért óránként ilyen gépeket, de ilyen 3x3-as, tehát LAN partit is lehet ott csinálni. Meg videózni lehet ott bent, ilyen sötétített ablak van, tök jó. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az a hely, mert az, meg az, érted, oda nem fognak alkoholista öreg emberek bemenni. Mint egy kocsmába. Szóval, az jó volt ez a hely. Telökörködtünk, és kipróbáltam a HTC Vive-ot, mert azt sose próbáltam ki. Jobb, mint a izé? Nagyon faszául rá lehet rögzíteni a fejedre. Képileg teljesen ugyanolyan, csak jó, hogy van ugye ez a két joystick. De ez a Rick és Morty VR-t én azt nagyon éltem, mert annyi fasság volt benne. Meg úgy láttam, hogy elég hosszú a játék, tehát így random így elindul egy ilyen sztori, ahol választani kell csecsemőkorodban, hogy mi az a tárgyak itt lent voltak, mit tudom én, amerikai foci volt, mellette volt a Rubik kocka, meg mi sör. És akkor választ. És akkor választottál, és akkor kiírta 16 évvel később, akkor ott is kellett választani ilyen tesztet, hogy 2x2. Ez Fallout 3? És akkor ki kellett pipálni, hogy igaz vagy hamis, 1x1=2. És akkor a lényeg az volt, hogy mi lesz a vége, ezt a végén el lehetett menni drogosnak, alkoholistának, meg mit tudom én. Ezt kipróbáltam a 4-szer, és ez csak egy modul volt, ez van még ilyen több lemez a játékon belül, meg Ricknek a garázsába voltunk, ezt ilyen fasságot lehetett csinálni. Tök jó volt. Szóval, ja, elökörködtünk. Ez tényleg. Akit így ti is ismerhettek. A többi már ilyen személyes barát volt, akivel találkoztam. Jó. Ennyi. Nagyon szép mese. Valami hasonló? Mi? Sötét a kép, nem? Nem. És ne beszélj. De semmi egyéb, izé? Milyen videós vagy? nem volt olyan semmi. Várom a cuccaimat haza, mert hiányoznak. Hiányzik a macska? A macska... De egyébként jó helyen van a macska, szoktunk kapni képeket, vagy mit tudom, otthon már az anyósülésem. Mikor éppen vágják le. Anyósülésem van, meg mit... Nem is láttam olyat, mutassál. Van olyan. Rendesen megy. Akkor vége a videón. Hallod, izé, amikor jöttek hazafelé, akkor rendesen bement a ablakhoz, az utastér, vagy mi az a anyósülésnek az ablakjához. Körbe ment, meg ilyenek, úgyhogy most együtt járnak kocsival. Mászkálgatni. Értem. Meg ilyesmi. Már nem szereti a konzervet, már csak a szárazat eszik. Meg ilyenek. Mondom, ugyanazt a macskát hoztad el amúgy. Mert nagyon nem szereti nem szerette se az autót, meg oda volt a konzervér. Nem voltunk jó gazdái lehet. Hát... Túl sokszor lett megerő. Szerintem jó gazdai voltunk, mert szerettük, és azt érezhető volt, csak nem bírtunk annyit foglalkozni vele, mint amit most foglalkozik a jelenlegi gazdája. Ugye ott van vele egész nap, úgyhogy tudja dögönyözni, meg stb. Hát jó van, de hát dolgoztunk mi is. Hát... Ha meg otthon voltunk, úgyis odajött hozzánk, dögönyöztük, próbáltuk levinni, sétáltatni, meg ilyenek, de én örülök, hogy nem hoztuk magunkkal, mert ez szörnyű lett volna neki. Hát... Sajnálom. Szomorú. Hiányzik valami tapogatni való szőrös. Fogd a hajadra. Ami állat. Igen, akkor majd ott is veszünk majd egy kis macskát. Nem akarok. Menj helyre. Már nem? Kis üzét, vakondot. Na, hát vakondot. Sünt. Nem, ilyen hülyeséget kéne szerezni állatnak, róka. Az van aranyos.
Jaj, de aranyos olyan, a paróka. Tudod, ami így rámegy a nyakadra, az a, az a hosszú görény. Azt a vizébe kell venni a ruhaboltba. Nem megölni akarom, ja. Nem halottat akarok venni, hanem az a kis de görény. De az jobb, nem görény, kell letetni. A görényt, ami visszahozom. Jó van. Na minden, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a nagy semmit, ami történt velem az egy hónapban. Lesznek további tartalmak, lassan megyünk egyébként Angliába. Jövő héten kimegyünk apartmanokat nézni, aztán utána, miután visszajöttek az utcaink, még nem érkeztek meg. Jelenleg most szeptember 1-e van, úgyhogy szerintem 2 hét múlva megérkeznek, és akkor... Köszönöm, hogy megnézted, szevasz! Hello, szia, mi volt a helyzet veled? Ezt akkor ezt kell... Ezt írd le kommentbe! De várj, ezt akkor kell mondani, mikor... Mi volt a helyzet veled? Én értem, utólag megmagyaráztad, hogy ez egy utolszó. Na, szia!